Na, működik minden. Hello, stock, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Lesz egy kis kockulásszerű téma itt ma este, holnap hajnalig. Igazából, ameddig bírjuk. Passzus. Na, ilyenkor se streameltem még szerintem. Játékról visszaadjuk a hangerőt, addig hallgatjuk a zenét. Annyi történés lesz, hogy igazából... Hát nem tudom. Nem tudom, igazából Hyperid van DC-n, úgyhogy neki beköszönök. Nem előtte hallgatok a játék. Nem tudok előtte. Na mindegy, jó lesz így. Halló, halló? Nem hallak. Lehet, hogy nálam van a hiba. Én újraindítom a DC-met. Minden működne elsőre, mi? Hát Hyper, még mindig nem hallok. Mindjárt állítok még egyet. Mikrofon próba. Zsír. 2, 3. Hallak, hallak. Az itt az érdekes problémám, hogy hogyha... Ugye alapból csak egy monitort használok, a többi az le van tiltva. Hogyha beaktiválom a másik kettőt, akkor a Discord egy csomószor elállítja a hangkimenetet. Nem tudom miért, de szar, az a lényeg. Na, nekem is úgy szokta. Csak most beállítottam, hogy mindig a default eszközt figyelje, és akkor néha jó, néha nem. És akkor most, láss csodát, eddig olyan időtartam még jó volt, hogy beállítottam, hogy azt meg kell nézni. És hogy fogod kibírni ezt a 20 percet, 25-öt? Mert mi lesz? Hát még ennyit kell várni. Ja. Nem csak ennyit kell várni. Hát, ja. Na és akkor te milyen mágus leszel? Hát eleinte Frost, utána meg nem tudom még. A Froston fogsz fejlődni? Hát mondjuk azon kell. Hát nézegettem egy csomó mindent. Frost volt a legjobb. És néztem ezt, amit Opti küldött még régebben, ezt a leveling guide-ot, hogy mi hogyan, merre, hány méter. Mondom, tök jó lesz puskának, erre nem elérhető az oldal. Én inkább azt nézegettem, amit küldtem. Mert az inkább a kasztra koncentrál, az ilyen mechanikákra. Ó, látom, te is tudod. Aha. Klasszi, még nem jön a mentő. Oké. Okay. Két géppel akartam, de nem tudtam volna megoldani, hogy jöjjön a hang is. Meg a Discordot nem tudtam felrakni a másik gépre. És hogy csak 900p? Mert 4500-as a bitráta. Érti. Van, amikor bírja a 6000-et, van, amikor nem. Hát az enyém is ilyen. Amikor nekiálltam streamelni, tavaly augusztusban, akkor még bírta a 8000-et. Most meg már az 5000-et is alig bírja kikönyörögni. Igazából én ezzel a nettel meg is szívtam nagyon, meg jó is lett végül is. Mert hát azzal szívtam meg, hogy
ugye 300 megabitesnél nagyobbnak kéne lennie, úgyhogy minimum a 300 megabit. Viszont annak a töredékét tudja csak, mert messze vagyok az adótoronytól. Mondjuk délelőtt volt 100 megás, amit vért, de ez ilyen nagyon csúcs volt. Van, amikor van 50 megabit feltöltés, van, amikor csak 18-20. Aha. Hát a régi net az meg, hát ilyen 80 megabites volt a letöltés, és kapaszkodj, olyan 500-800 kilobájt percekkel töltött fel. Jó, ne, ne, az nagyon gyönge. És én töltöttem fel úgy 5 perces 4K videókat, hogy 3-4 óra hossza volt. Uh-huh. Ugye ahhoz képest ez nagyon durva. És már vagy 3 vagy 4 éve volt az a neten. Ugye ahhoz képest, hogy otthon meg streameltem ilyen 1440p-be meg 4K-ba is. Uh-huh. Mikor léptél be? Mikor logoltál be? Hát szerintem lassan fél óra. Akkor ki fog dobni? De lehet, hogy már letelt amúgy, nem tudom. Én délután direkt kipróbáltam. Hát amikor Opti írt a DC-n, én akkor már benn voltam. Hát akkor ki fog dobni? Én akkor már be voltam. Úgyhogy az meg már több mint fél óra. Én mozgattam a karaktert, meg csináltam mindent, amit lehetett a menüben. Utána még a cinematikokat is elkezdtem nézni, de utána ki is dobott. Uh-huh. Hát remélem most nincs erőforrása arra, hogy kidobjon. Csak nem. Én meg most azt nézegettem itt az kis csatorna elemzésemet az irányítópulton, hogy baszki, még durván hogyan vagyunk? 19 perc és pont egy éves lesz a csatorna. A Joe? Aha. Most hát az első komolyabb, amikor úgy már nekiálltam, hogy akkor mostantól megnézzük, milyen a streamelés. Mert voltak előtte ilyen próbálkozások, de ez ilyen semmitelen. Hát hogyha igazi WoW Classic feeling van, akkor menüben le fog égni a videókártya. Igen. Azért az csúnya lenne. Már mondjuk még csak 710 FPS van. Én vészink ezek. Én is csak elfelejtettem bekapcsolni. És nem mered újra indítani. Aztán már ilyenkor nem lehet kilogolni. Nem szabad. Akkor maradtál ork? Aha. Hát szementek, az jó. Én gondolkodtam sokat, hogy mi kéne, hogy legyek, mert azt mondják, hogy a Vari meg a Mage lesz a legtöbb. Uh-huh. Igazat megvalva, pap inkább lennék, de ahhoz sok pia kell. Meg amíg 40-re felfejlődök, hogy meglegyen a Shadow Form, addig nagyon nagy pokol. Hát ja, így leütsz egy mobot, aztán leülsz, az vársz. Hát ha le tudom ütni. Igen. Jaj, kíváncsi leszek. Amúgy én azt jósolom itt a játék elején, hogy hát ez kurva élet, hogy fullon leszünk, tele leszünk nagyon. De én azt mondom, hogy egy-két nap is a playerek fele el fog tűnni. Igazából attól félek csak, hogy erre a szerverre jönnek majd az ilyen divatmajmok.
a magyar Twitch világából. Uh-huh. Aztán hozzák a pereputyukat. Nem baj az igazából. Mert érted, hiába lesz mindenki magyar, de mindenkinek lesz egy saját közösség. Meg hát jönnek a trollok is. Ó, oh, breaking news. Ó, oh, már egy szerveres tartott, már ki is írtak. Mikorra? 28-ára. Ja, azt tudom. 3-4 óra körül. Aha, aha. Ez már délelőtt is volt. Ó, hát én nem jutottam el, hogy megnézzem ezt az oldalát is. Nem, mondjuk én azért láttam, mert én mondom, kipróbáltam ezt a 30 perces dolgot. Hát addig meg nem tudtam mit csinálni, úgyhogy a Remnantot kb. Kétszer vagy háromszor végig toltam. Ennyire unatkoztál? Hát az első külön végigjátszás az még ilyen 7 óra volt. A második az már csak 4 óra. Szerintem most menne olyan 2,5 alatt is. És amikor még ilyenkor, amikor újra játszod, akkor az addig megszerzett dolgok megmaradnak, vagy? Nem, a karaktered az marad ugyanolyan, csak aha, a világot rezeteli. Aha, hát jaj, akkor már érti. És ilyen random generált a bosszok is. Igen. Aha. Hát most negyedik végigjátszásra volt egy csomó olyan boss, amit nem is láttam az első háromban. Na, zsír. Hát nem tudom, most így felkeltetted az érdeklődésemet. De hát bomb van. Hát igen. Hát hogyha egy héttel később lenne a WoW, akkor lehet, hogy még nyomnám. Rugónak is, de jó lenne lenni. Hát igazából sok mindennek jó lenne lenni, mert mindegyik fajnak megvan az a speckója, de... De na. Az első karaktert azt nagyon ki kell találni. Gyakorlatilag én azzal kezdtem a WoW-ot. Mert az ismerősöm, aki kapta ezt az újságírós kulcsot, uh-huh, ide adta nekem, hogy próbáljam ki. Mert neki nem volt ideje játszani. Aztán egy jó 15 szintet léptem vele. A 30-as körüli lehetett. Pont rugózott ő is. Aztán mondtam neki, hogy hát holnapra szerzel nekem is egy kulcsot. Ennyi. Ó, szia Lifi, hali hali, köszönöm szépen. Másnap már én is nyomtam. Na itt van velünk Kecske is. Az a baj, hogy most a csetet azt nem tudnám nézni, csak a telefonon. Mert eleve úgy akartam, hogy a másik gépen ment volna a cset is, meg minden. Csak hát erre az egyre nem gondoltam. Uh-huh. Hát ja. Mert a hang az csak úgy van, hogyha átrakom az izére a Capture kártyára. Viszont uh-huh, akkor ezen a gépen nincs hang, amin a Discord van. Valamit akartam mondani, de fingom sincs, hogy mit akartam. Meg érzem, hogy fontos infó lett volna.
Hát ha esetleg ilyen zúgást hallasz a mikrofonomban, akkor az csak a ventilátor. Ilyen tekintetben elég jó a Discordnak a beépített zajszűrője, mert egyáltalán nem hallom. Meg gondolom, te se hallod az enyémet. Nem. Jó, mondjuk én nyomógombos vagyok, de akkor is. Ez az zajszűrő, ezt eltalálták. Százszor jobb, mint a TeamSpeak-é. Hát a legelső alkalom, amikor mondták, hogy jöjjek át Discordra, akkor a mikrofon olyan volt, mint hogyha valami bányának a legmélyéről beszélnék. Még van, amikor működött, van, amikor nem. Aztán utána egy-két évre ott is hagytam, hogy jó nekem a TeamSpeak. Nem is tudom, kb. Másfél éve használom Discordot. Előtte egész végig TS3-at nyomattam. És még mindig nem dobott ki? Még nem. És hány percet ír neked? Én ben vagyok itt, már csak rá kell kattintanom, hogy... Ja, a karakterválasztóba vagy? Aha. Na, itt vagyok már elég régóta. Hát én már úgy logoltam, hogy nekem még nem is kellett sorba állnom. Szóval elég régóta ben várok. Szevasz, Opti! Hát hallod, hogyha ez így megtörténik, akkor nem tudom. Lehet, hogy sírok egyet, kettőt. Csak nem jön ő is játszani. Biztos, hogy rápróbál. Hogyha még itt van ilyenkor, akkor biztos, hogy ki fogja próbálni. Mondta, hogy vagy egy órát nyomni fogja. Hát baszki, akkor... Hogy az csak a sorban állás lesz. Hát akkor azt az órát streamelhetné is. Jobb, én is álmos vagyok, megpróbáltam délután aludni, de nem sikerült, mert valaki mindig bejött hozzám, hogy ez, vagy az, vagy valami, és így esélytelen volt. Úgyhogy a pár órás alvás után egész nap ébren voltam, és most itt fogok szenvedni. Igaz, már bedöntöttem két energiitalt, de majd még egyet hozok be kell. Én aludtam kétszer három órát délután. Nekem egyszer három is elég lett volna. Hú, még 8 perc. Ajaj! Azt várom, hogy az Enterből szépen kipirosodjon és lehessen csapni neki. Vagy az lesz, hogy mindenkit kidob, és utána az kemény lesz, akkor így lesz. Vagy ahogy szokták, tudod, hogy nem pirosodik be addig, amíg nem csinálsz egy relogot. Baszki, ne is mondd. Mondjuk az izé már ilyen volt a legutolsó kiek, hogy ott már átváltott, aztán lehetett nyomni. Aha. Basszus, ilyen nagy várakozási sorba vagy. Aha. Az kemény. Hát volt Diablóban is ilyen. Első három vagy négy nap talán nem is diablóztunk. Opti előtt csak 3000 ember van. Opti képzett Hyper előtt meg most 11.701-2. Amúgy nem akadozik a streamen. Nem hiszem. Mert így, hogy csutkán megy most az FPS, az így lehet, hogy nem marad elég.
Ne, azt nem néztem, csak a pozíciót néztem. Nem, mondjuk meg is tudom nézni az ejtett képkockát. Ja. Mondjuk az a... Nulla. Mondjuk a ilyen tekintetben a... Az OBS az kitolja 60-at, csak dupláz egy csomót. Úgy tudja kitolni. Halló? Halló? Jövök, indítom a streamet. Igen. Tényleg? Tényleg? Kamu vagy. Most írom át a stream címét. Nézek, hát ide jár ilyenkor kamuzni. Az asszonyban akkor nem tudod mondani, mert alszik, minket boldogítasz. Itt van mellettem. Azt mondta, nyugodtan, mit szórakozok, ha egy órát amúgy is akarok játszani, akkor jöjjek. És tényleg átírta a címet? Joe meg majd mindjárt kapja a telefont, hogy hát Optit sajnos elütötte a villamos, úgyhogy holnap neked kéne menni. Igen. De szertára már jobban lesz. Volt egy munkatársam, egy ilyen fiatal gyerek, 18 körüli volt, akkor töltötte be. Elment egy hétre, úgyhogy nem szólt senkinek. Visszajött. És akkor kérdezte tőle a csoportvezető, hogy hát hol voltál? Hát képzeld el, főnök, hát nem fogod elhinni, mi történt. A jobb tért kalácson van a porc, az elkopott, eltűnt. Teljesen nullára. De ne aggódj, mert írt fele ilyen nagyszemű gyógyszert, mutatott ilyen szilva nagyságút, és attól egy hét alatt visszanőtt. Oké. Hát úgy rölgött a csoportvezető, hogy leigazolta neki az egy hetet. Ne. Utána két hetet maradt ki, akkor meg az volt, hogy az élettársa reggel elment dolgozni, és bezárta az ajtót. Nem tudott kijönni. Jó, hogy volt otthon kaja, mert amúgy ilyen is halt volna. Igen, jön a kérdés, hogy két hétig dolgozott a csaj. És elindította. És mondtam, hogy jövök streamelni a kurva életbe. Azért itt nézem, egy órája nézegetem a streameket, már voltam Remnantban, már megszereztem a izét, Beam Rifle-t. Egyetlen egy hiba van a sztoriba, hogy 40 perc sor van előttem. 2800 emberrel. Akkor még egy csetet meg kell nyitanom. Hát nekem 165 percet ír. Hát potyognak ki az emberképpen, mert tudják, hogy mindjárt kezdődik, és szerintem rohannak át máshova. Hát én attól fosok, hogy tényleg az legyen, hogy relogolnom kell majd, mert akkor ered válok. De nézd a jó oldalát, legalább én akkor gyorsabban bekerülök. Igen. Mennyire hallatszik a mikrofonba a játékzenéje? Nem tudom, mert nálam is szól. Nálam is. Jó, van egy nagy gondom, és majd talán azzal kell kezdeni, hogyha beütök a játékba, hogy át kell állítanom a hangot. Mert... hát most a játékzenéje máshol van kitolva. Az milyen jó lesz, nyomsz egy altavot, mire visszaérsz, disconnected. Á, nem, azt egy csomószor nyomtam már, figyelj, úgy ment nekem a visszaszámlálás, hogy közben ment a izé, Remnantot nyomtam. De kizárt, hogy kikapcsoljam a volt, miután 3 óra, vagy na, 23 óra 02 perckor bekapcsoltam, és azt láttam, hogy van előttem vagy 6000 ember, az így lement így 3000-re, és akkor oké, már csak 18 perc. Amúgy én 32-kor léptem be, mert hogy 30 perc után kidobott a szerver, mindig, amikor próbáltam.
És hát most vannak 12 ezeren, hát 11 ezer. Nagyon ez... sokan lesznek. Hát én több mint egy órája benn vagyok, és még nem dobott ki. És szinte minden szerver full. Én simán el tudom képzelni azt, hogy úgy ki fog fagyni egyébként. Olyan diszkonetet fogunk kapni, hogy az öröm lesz nézni. Hát olvastam egy cikket, még pár szervert beröffentettek így a biztonság kedvéért. Már hallod, azok legalább háromok, meg háj. Igen, de háromszor annyi szerver van, mint amikor pár héttel ezelőtt megnyitották a ízéket a névlefoglalást. Tehát háromszor annyi szerver van. Na igen, de ezt mondom, hogy ugye mi elég korán beléptünk. Aha. Aki most lép be, annak milyen sor lehet? 25-30 ezer? Vagy még több? Igen. Igen, és biztos. Azt nézzük, hogy minden szerveren van ennyi. Mert mindegyik full. Akkor azért páran most elkezdenek megint klasszikózni. Hát, biztos. Nagyon sokan. Számoljunk együtt vissza. Mert még 5, 4... Néztem négy. Soda Popint, meg ilyeneket, hallod, 50 ezer nézője van meg ilyenek. Íííí, már logolok. Már töltőképernyő. Halló, halló, jó estét kívánok, szevasz Blád, szia Reik, szevasztok. Igen, vovozni fogok, éjféltől egy órát fog vovozni, ha bejutok a szerverre, ez nagyon fontos. Hát csak fontos. Nem jut be. Igen, egyébként itt van velem Joe, és itt van Hyper. Jó estét. Hali, hali. És itt van párom is, de ő nem játszik. Ő csak nézi, csak megcsodálja a játékot. Megakadt a töltőképernyő. Disconnect, hello. Nem szabad, nem szabad. Figyelj, szólok, hogyha kifajtsz, akkor körülbelül ilyen másfél-két óra múlva találkozunk. Biztos, hogy nem. Ezt meg kivárom. Reik, mondja, üdvözlöm Optinét. Hyper baba, aki minden játékban csal. Nem csal, ő egyébként múltkor kiveséztük egyébként Discordon, olvassátok vissza. Tehát igazából Hyper ő valami ilyen földön kívüli létforma. A földön belül? A földön belül, igen. Felnéztem Twitch-re, kb. Mindenki ott ette át töltőképernyőt. Reik egyébként, Reik múltkor MC-vel egy órán keresztül azt veséztük a Discordon, hogy Hyper miért annyira durva. Komolyan. Olvasd vissza, elég érdekes volt. Később Chuck Norris meg Ibrahimovics is csatlakozott, de ők se tudták. Ők se. Szia Emi, szia! Mi van ma, WoW? Igen, pontosan WoW van ma. Twitchen WoW 1 millió néző. Hát figyelj, képzeld el, hogy van az első sor, tehát hogyha teljes képernyőn nézed a Twitchen a listát, van az első sor, és a második sor közepén volt kb. A WoW. És mondtam páramnak olyan 8 óra után, mikor befejeztem a streamet, hogy figyeld meg, top 3 helyre fel fog jönni a WoW, éjfél előtt már, és most néztem 30 körül, és már akkor az első helyen volt. Na lehet, hogy beszoktam. Kifagytál? Nem, de most hát lehet, hogy igen, de hogy most felnézek a Twitch-re, itt a WoW streamerek között kb. Mindenki itt áll én. Az utolsó centi nem tölt be. Cinematic! Az klasszik, igen. Hát a cinematica még azért ne legyél boldog. Kinyomom. Majd helnyomtad és tovább okay. Mentél. Jesus, mekkora tömeg, te jó Isten! Ettől félek, bazd meg. Ettől félek. Akkor kurva vaddisztót kell majd vadászni. Bazd meg. Vagy bármi ilyesmi. Embertelen tömeg van is. És ez még nem is az undead. Nem tudom felvenni a küldetést, baszki, annyian állnak rajta. Igen. De ez nem azért van, hanem nem azért, hogy annyi vaddisztót kell megölni, hogy annyira nem tudod megölni, mert mindenki azt öli. Tehát ezért nem fogsz találni élő vaddisztót.
De csak egy a sok közül egy ilyen küldetés. Az összes, a gyűjtögető és a gyilkolós questek azok ilyenek lesznek. Az első napokban szerintem. Az első egy-két napban biztos. És utána, hogyha ha ugyanabban az ütemben haladok, vagy haladunk, mint ahogy a mindenki más, akkor ugyanúgy nem lesz meg semmi, ezért le kell maradni egy picit. Vagy sokkal durvábban kell pörögni. Hát embertelenül nem lehet itt csinálni semmit. Hát nem, nincsen senki még bent, vagy Joe is mosudott be. Nem, az a 2000 ember az még mindig vár a sorra, hogy bejusson. Na jó, itt ez felejtő, és nem látok élő disznót, bakke. Igen, Reik? Úgy kell csinálni? De legalább ti tudtok Optival táncolni, vagy valami. Igen. Én meg undead leszek, én meg itt állok majd egyedül. 142 perc múlva. Nekem 28, 2000 ember. Reik kérdezi, hogy Hyper még mindig nyomja az Exile-t? A Patch of Exile-t. Hát most nem. Hát nyilván, de hogy szoktad mostanában nyomni? Mondjuk WoW előtt? Mondjuk WoW előtt szerintem ízé? Remnantot voltam. Aha. Te szemét bassz meg. Hallod? Joe, rám ír egyébként, rám ír Hyper, hogy figyelj, este meg tudjuk ölni egyébként a ízét a Remnantban a főbosst. Le tudjuk győzni este a ízét a főbosst. És akkor utána beírja, hogy egyébként reggel megöltem véletlenül. Véletlenül? De csak elborult. Igen. Hát, hogy észrevettem, hogy kell megölni, aztán olyat kritelt, hogy kb. Instant meghalt. Hát Reik, egyébként igen, de nem nagyon-nagyon jó játék lett szerintem. Eszenten jó játék lett. Még fogják bővíteni. Igen. Kurva jó ilyen játék. Én annyira rápörögtem, mint az át. Hallod, ha csak azt az egy dolgot nézik, hogy 25-ször reroll-oltam a ízét az első pályát. És még fogom egy párszor, mert nem lett meg az az átkozat, amúgy lett, amit akarok. De azt még én se láttam. De videóban egy csomószor láttam már, meg egy páran már mondták, hogy igen, igen, az ott lehet megszerezni, de én még úgy nem láttam élőben. Tehát... Pedig hallod, úgy megyek végig a pályán, hogy így úgy figyelem a falakat, hogy... Mert amúgy a srácok, aki esetleg nem tudná, Remnantban úgy van, hogy a leges-legeső dungeonben, ha lemész, ott figyelni kell a falat, mert ha a falon fent van egy szöveg, hogy aztán aki ide belép, az hagyjon fel minden reménynél, vagy valami hasonló szöveg van felírva, és az a lényeg, hogy ha ezt a szöveget meglátod, instant tudod, hogy meg lesz, megvan a gyűrű, vagy az amulet, mert csak annyi, hogy a falhoz le kell guggolni, és előre kell menni, és egyszer csak így eltűnik a fal. És bazzeg 25-szel reszeteltem a pályát, hogy új mapot kérek, és egyszer nem adta még be. Nem az a felirat, nem pont ez a felirat, de valami hasonló szöveg angolul. Valami ilyen felirat van, és eddig még egyszer sem. Lehet, oké. Okay. Hát egyébként... Oké. Okay. Ez most rajta nem segített, mert ettől még nem találtam meg. Nem emlékszel, hogy hanyos trait leveled van? Megnézzem. Hát ha mersz kockáztatni. Hát mi? Igazából... Hát baszki, eddig nem láttam egy élő vaddisznót sem. Hallod? Fogadjunk, hogy hamarabb leszek 7-es szintű, mint te. Biztos, hogy nem. De nyugodhatsz, amire beérsz, addig itt lesz még tömeg bőven. És most vagy ki. Á, nem. Srácok, ezt már csináltam egyébként ma. Hát ezt már csináltam ma. Csak megnézem egyébként neki, hogy hányas szintű. Mert ugyanezt csináltam, így ment a számláló. Beléptem a játékba, kicsit játszottam, 127. Bent voltam a játékba, játszottam körbe, csinálgattam, és akkor néha-néha így altabba kilépegettem, és megnézegettem, hogy akkor most mi van.
Azt figyeltétek egyébként, hogy a bal alsó sarokban egyébként a visszaszámlálónál ott még a 2006-os dátum van, amikor megjelent a játék? Hogy csak viccelek, csak szivatlak titeket. Én nem is tudtam, miről beszélsz. Amúgy most én is itt, én csak a vaddisznót értem, más nem. 2019. Hat ezer! Azért, srácok, azért nem értetek, mert ide ki van írva lentre, nézzétek. Ide lentre ki van írva, hogy milyen verzió van, és ott egy dátum, hogy a verziónak a száma. Két perc múlva? Kérejük. Jó, már annyira durván el van fejlődve tőlünk. Hallod, hát micsoda? Szerintem egy szintet nem lépett még. De nem ám, baszki. Hallod, 9 perce bent vagy amúgy. Figyelj, nekem a rekordom az, az első 6 vagy... Az első 6 szinten az 20 perc volt, vagy valami ilyesmi. Tehát ebből, ennek a fele elment és még egy szintet nem léptél. Tehát ennyire szar a helyzet. De az nem klasszikba volt. De klasszikba volt, biztos, hogy klasszikba volt. De csak az első 6 szint... Igen, az első 6 szintet az könnyen meg lehet csinálni, és utána nagyon, ugye egyre nehezebb lesz. Tehát a végén már kurva nehéz. Az első 6 szintet az gyorsan meg lehet csinálni. Jó, most már nem biztos, hogy ez meg lesz ezen a szinten, mert nem játszottam a játékkal, klasszikkal már 10 évvel ezelőtt. De 20 perc az meg lehetett csinálni, aha. Na, Hyperbe jutottál? Még van 9300 ember. Ez csak azért, mert nekem most írta a Battle.net, hogy online lettél. Azt hittem, hogy frissítés érkezett. Szia Pisti Pisti, hello. Esélytelen, baszki. Mondjuk én még 10 percet várok, utána megyek valami médium szerverre. Tudtam, hogy most fogtam kezdeni. Hát Amon, mit? Nem értem, mi a gond? Szevasz, Amon. Ez se az enyém lett. De figyelj, Amon, azt képzeld el, hogy 11 perce bent van Joe, és egy szintet nem lépett még, mert annyian vannak, hogy nem tud megölni egy átkozott vaddisznót se. Hypernek meg mennyi van még előtted? Hány ezer ember? Két órát ír. Megvan. Megvan a kettes szint. Nem, az első vaddisznó. Ja, bocsánat! Bocsánat, jól szóval ez első vaddisznó. Nem mindegy. Hallod? 1500 ember van még előttem, és nem tud bejutni. Most nézem, hogy 8 perc alatt nekem 300 embert kell. És még van 9300. Az a baj, hogy te kilépsz, az rajtam nem segít, mert mögöttem vagy. De ha én kilépek, az neked segít? Ó, és most még nőtt is. Amon, nem jössz te is velünk? Igazából csak beszélgettünk, mert most játszani úgyse tudunk. Joe úgyse tud játszani, mert igazából csak táncol, meg ilyenek. Hyper meg én meg csak várunk. Arra, hogy Realm is full. De várjál már, hogyha ennyi ember bent van, akkor ez konkrétan az azt jelenti, hogy fullot, tehát tele van a szerver ténylegesen, és így ennyire durván azt nem tudom hány, 30 ezer ember, vagy 50 ezer ember, vagy mennyi lehet. Figyelj, az undead az sokkal népszerűbb, mint az ork. Úgyhogy az undead területen szerintem, hogy háromszor annyian is lesz. Ja. Mert ugye a PvP-re az undead a legjobb. Taur ennek kéne kezdeni, abban szerintem kevesebben lennének egy picivel, nem sokkal. Megvan három disznó. 5 kell, nem? 10. 10 kell? Hát akkor a három disznóval még nagyon nem vagy jó. Ez akkor lehet, hogy még mi is fogunk tőled leülni előled. Ja, tényleg. De tényleg, Hyper, te mi leszel? Én Undead Mage. Ja, Undead Mage.
Hát akkor te nem fogsz előlünk levelni. Hát nem biztos, mert viselt nem valószínű. Mert én nem hiszem, hogy ezt a két órát ki fogom várni. Sűsű, basszeg! Sűsű beidézte az elmúlt napokban ilyen kijelentéseimet. Dolgoznom kell, biztos, hogy nem live-olok. 20 napot voltam itthon, most már munka van. Sűsű, nem bírtam egyébként. Sűsű, az a baj, hogy amúgy tényleg nem akartam live-olni. Tényleg úgy voltam vele még egy órával ezelőtt is, hogy nem live-olok. De 11 órától itt ülök a gép előtt, nézem azt, hogy mennyire szépen csökken a queue. És látom azt, hogy mindenki vavazik, aki él és mozog. Tehát olyan embereknél is láttam a Twitch-en, hogy vavoznak, akik nem oly vavot, hanem semmi más nem játszanak, csak egy játékot. Annak meg köze nincs hozzá. 20-an akkor bent voltam a karakteremnél. Na, már megvan a disznó. Szevasz Ricsi, szia, szevasz Konzolvilág Ricsi, szia Ricsi, csá, figyelj egy picit, én egyébként, tehát ezt még akkor vettem, mikor megjelent a játék. Egyébként persze a hype miatt, tehát a hype-ra most mindenki felül, tehát én úgy voltam vele, hogy csak holnap fogok játszani, de nem bírtam ki. És így is jól beszivattam magamat. Mert hangszórón van a játékom, nincs átküldve, tehát nincs beállítva, hogy átmenjen a streamer gépre a hangom, mert beállítottam, de hát azt ki kéne kapcsolni a játékot, és... Hát most az igazat megvan, vagy én nem merném megtenni. Ó, Garázs, köszönöm szépen a feliratkozást, Twitch Prime, oda néz. Na most kiléptem a klépről, visszaléptem. Kíváncsiságból 17 ezer ember vár. Figyelj, én a Gundlingra megyek. Most nyitották elvileg. Nem, Ricsi, igazából ezt csak úgy érdekességként mondtam, hogy tök érdekes, hogy most tényleg mindenki felült a hype vonatra, nagyon durva. De nézd meg, a legdurvább, hogy ott van Garázs, és szerintem ide a rozsdás bökött, hogy most nem néztem meg, de ide a rozsdás bökött, hogy konkrétan Garázsnál nem megy a klasszik, tehát ő nem indította be. De most megnézem. Megvan a 10. Léptél egy szintet? Ne, most megyek leadni a questet. Hát, ki gondolta volna? Hát Garázs, én meg reggel megyek dolgozni. Ó, de szarnak ez. Igen, nekem szar, mert én úgy kell nekem most játszanom, hogy még megyek reg... Hadd mi az, hogy 21 perc? Szevasz, hoztim úgy, szia! Én reggel még megyek dolgozni, Joe helyett. Igen. Ez fontos információ. Ennyi, hallottam. Igen, hallottuk. Samsung. Te maradjál csönd, igen, megy aludni. Már nekem is töltőképen jó. Osztim úr, nem. Gólemagra megyünk, Gólemagon lesz mindenki. Én nekem konkrétan vannak blackápos régi haverjaim, akik régi klánokból, régi blackápos klánokból jönnek át ők is a Gólemagra. Meg lett beszélve már egy héttel ezelőtt. Én nem megyek máshova, én csak Gólemag. Régi blackápos arcokkal is fogok majd játszani. Ahhoz mondjuk el kell érni a 60-at, de az mellékes. Tehát nem most fogok vele játszani, velük. Ja, meg lehet beszélve, hogy milyen rédeket fogunk együtt nyomni, meg hogyan. Mondjuk a semmiet az elég hamar meg volt az a megbeszélés. Megint rossz oldalra állsz, hordába megyek, mindig for the horde, ennyi. Tehát ez nem is kérdés.
Fúj, Ali. Na. Á, oszti. Vagy nem tudja, meg... Nem igen, tudja valaki, hogy a karakter transfer az mikortól lesz elérhető? Hát szerintem ilyen fullos szerverek mellett elég soká. Bár, tehát szerintem a golemagról átmehetsz majd szerintem máshova, szerintem azt elég hamar megcsinálják, de a többit az kizártnak tartom, hogy oda mehetsz. Kiválasztottam valami G betűset, amit most nyílt meg. Szia Mad Dog Feri, szia, szia. Osztim úr, egyébként azt tudni kell, hogy én amúgy a rossz oldalon kezdtem. Tehát én a Blackápon egyébként Alis voltam. Night Elf rugó voltam. És mikor a Ragnaros rímem megnyílt, én akkor tértem meg, és akkor álltam át a jó oldalra, és mentem a hordához. Iszonyatos Ragnar a szerveren. Csodálkozom, be akarunk jutni. Hát itt most nyílt meg a szerver, úgyhogy kb. 10-nek léptem ki a világba. Szia, szia! Blood and Thunder! Amikor a kriptából elindul, vagy 600 undead. Úgy kell majd menni rédelni. Pontosan ugyanazt, azt tanuld meg azt a mozdulatot, amit ott tömegesen kivonulnak. Osztim úr, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az összes ember, akit ismertem a Blackápon, az mind Alis volt ennek köszönhetően, mert hogy klántársak voltak, gírtársak. És ők is a hordába jönnek át, direkt meg lett beszélve. Tehát igazából nem én javasoltam nekik, hanem ők is kérdezték, hogy ugye a hordába jössz. Így van. Igen, az undeadnek az, mikor leesik az állat, bakteriális fertőzés, igen. What do you need? De szerintem ebből nem lesz játék. Tehát én azt mondom, mi az, hogy egy perc, kevesebb, mint egy perc? Ez valami bug. Ah, visszament 21 percre. Hallod? 1400. Jó, lépjél már ki! Biztos, hogy nem. Srácok, szeretném jelezni, hogy mindenki, aki kilép azért, hogy Hyper meg én be tudjuk jutni. Én már bejutottam. Az kap egy kekszet. De hogy jutottál be a gólemagra? Tudod, mikor ütszette be 20 000-es sorra? May your blades never dull. Hát én alkoholat azt elengedtem már. Én hülye vagyok egyébként, mert 11 órakor bekapcsoltam, hogy na akkor elindulok, és hát simán lejár ez a kis idő, de nem. Ezt figyeljétek meg, éjjel egyik, egy percet nem fogok játszani. Micsoda, nekem csak 10 percet ír erre a szerverre, várjál. Az hogy, Oszti? De azt mondta az előbb, hogy ő már bent van a szerveren. Nem azt mondtad? Ki? Én? Oszti múl. Mentok fel, igen. Oszti múl, nem voltál bent is? Ja, és másik szerveren voltál eddig. Ah, de akkor várjál, hogyha most átléptél a gólemagra, akkor nem írna 10 percet. Az hogy a viharba ír 10 percet? Vagy ennyire kevés ember megy Aliba? Az egy jól balanszott szerver lesz. Úgy érzem. Húú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 
Szia! Meg vagyok bolondulva, srácok. 23 perce várom azt, hogy bejussak, és van még előttem 1300 ember. Nem, hogy néznél engem. Tényleg.
lenémítjuk Joe-t. Akkor néha így átkapcsolgatunk megnézni, hogy hogy állunk. Oké, okay. Joe, még hallod? Kettes szintű vagy? Aha. Azt a mindenét neki. Te hát jó vagy. Nagyon tolom. Ott van, azt hiszed össze, gyorsan. Köszönöm szépen a hostot. Chef Traki, szia-szia. Na, lassan én is kettes vagyok. Ja, GG. Te feladtad a gólemagos tudtad. Most nem vagyok hülye. Két órát várjak bejutásra. Te nem vesztettél semmit, nehogy elkezd most bemenni, mert konkrétan 2-3 órás várólista van. Hát, hogyha nekem volt 9000-rel 2 óra, kereken 2 óra, akkor a 17000-rel az olyan majdnem 4. Maddog Feli nem ismeri, Joe nem ismeri ezt a dolgot. Nem ismeri az autó lootot. Ó, hát ilyenekre még nem volt ide, ne idegesíts. Én konkrétan nem merek bemenni a beállításokba, attól fosok, hogy kifagy, vagy DC, vagy valami. De hallod, csodálkozom, már most izé, addon van a izéden. A tudtadon. Látom, hát tényleg. Minimappen. Oda néz, hogy milyen kis sunyi helyen ott öli a izé vaddisznókat. Sexy map. Opti, neked mekkora volt a legnagyobb kritet? Hol? Hát most, WoW-ban. Most? Hát, hogyha bejutok, akkor megmondom. Ezzel három. Igen. Szia, Osztim úr, hali-hali. Igen, erre akartam utalni. Milyen aliba, fúj. Controls autolút, azt írja. Ja, nem azt akartam beállítani. És a bent van opti... Nem, egyik nem vagyok még bent, nem vagyok még bent. Nem vagyok még bent, még van 1280 ember előttem. Az a baj, ahogy azt érzem, hogy ha... Hát, egy másik szerverre, akkor így kb. Feleslegesen csinálok bármit a másik szerverre. Nem baj, figyelj, én így is el vagyok, most legalább beszélgetünk. Jó, én jobb lenne, ha. Kaptam egy chest armort is. Nagyon pló vagy. Joe nagyon el van. Joe, nem akarsz küldetést csinálni? Hát azt akarok, de baszki, nincsen mivel. Mindenhol megvan mindenhol. Ott a fát nem kell összeszedned még? Szerintem most még nem vettem fel. Meg amúgy most le kéne adod a küldit. Nézd meg, hát komolyan mondom, hát kilépek, csak juss el be, játssz el. Backsitelsz nekem. Ki lesz druida? Druida nem lesz senki, mert az csicska. Ott a vaddisztó, ott a vaddisztó! Nem kell. Nem baj, de azt lehet tudni egyébként, hogy vaddisztóból végtelen mennyiségűt kell ölni. És meg is van a level 2. Na. Jó, van, így úgyis hamarabb leszek 30-as, mint ti. És ezt hol kell? Ott kell adni, oké. Okay. Én mit kezdek? Én Ork Warlockot. Aztán menjen el a sorba. Most fogsz kifagyni. Hát most ilyenkor meg kell várni, hogy leadja. Spammeld a gombot. Nem kell, majd mindjárt ugrik egyez. Ed, zsöne, én csináltam csicskát. Milyen csicskát? A dotmester, az lesz. Így van. Afli Warlock leszek. Várj, ezt most adtam, nem értem, tűnt. Hát figyelj, Golemag szerverre kell menni. Szerintem csak Google Map. Ja, de ennyi fel nem tud beszélni szerencsétlen NPC egyszerre. Nem kaptál új küldit. Nem, egyébként ezt csak viccelek, egyébként nem csiszgő, csak annyi, hogy én nem fogok kézi druidát kezdeni.
Nem, jó az egyébként, jó az. A druid nagyon, nagyon fasz a kis karakter, csak nekem nem jön be. Pedig kéne majd egy tank. És én valami ilyen varázslós dolgokat szeretek. És valahogy az ilyen munkinform az így nem jön be nekem. Ja, a druid az sok embernek nem jön be, mert ahhoz skill kell. Igen. Akkor te miért nem azzal vagy? Hát én már voltam eleget. Ja, értem. Na nézzük, hogy állunk. Ó, még 1260 ember. Á, ebből nem lesz semmi. Lehet, hogy honnan nem is meg dolgok. Vagyis, hogy... Ajaj. Oda nézz, lighting. Lighting volt. Ó, mekkora crit volt az. Tényleg nincsen bekapcsolva neked a izé. Controls-ba van. Azt nézem, Scorpiot kéne ölnöm, de... Valami nem jó. World first, nem nagyon leszel? Nem. Nem. Embertelen. Scorpióban item kell. Igen, azt tette ki, azt kiszedett valami, de nem azt kell belőle. Ennyi. Na! Ehem! Bejutott-e? Még van előttem 1300 ember, 1250 ember. Na, senki az nem nagyon rossz. Mi az, hogy nem rossz? De valaki most írta a chatre, hogy disconnect, deconnect the eyes. Biztos ő benne. Hát nem az, de az 1200, tehát az 1255 emberből, hogyha azt mondja az 1000 ember, hogy akkor ő most így nem vár tovább, és elmegy, akkor lemegy a 255-re, az meg simán elképzelhető, hogy azt mondja mondjuk, én nem is erre vágytam, mert túl nehéz a játék. Hallod, egy pillanatra azt hittem, hogy kifagysz. Yeah. Ott van a quest item. De olyan lag van, nagyon durva. Igen, durva. Jesus. 3-4 másodperc. Rédeljetek. Valami kis helyet keresek, ahol az előbb is a diszokat elég jól tudtam spammelni. Ámon, egyébként ugye tudsz róla, hogy Teamweaver-rel is lehet játszani? Tehát a WoW az pont az a kategória, hogy lehet egyébként Teamweaver-rel játszani. Joe reggelre elalszik, és akkor nem fogja tudni mondani a főnöknek, hogy egyébként Opti játszott. Nem, hát, Teamweaver-rel nem tudod. Már legjobb sem a mozgás nem, izéval tudod, a... VLC? Vagy VNC? VNC-vel, igen, azzal tudsz. Tehát az egész mozgás miatt. Az is van a gépemben, minden van. Nem fog játszani is egyébként. Biztos, hogy nem fog játszani. Nem, az itt mindjárt éred. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. Teamweaver is lehet, mert görgőben volt mozgás. Mondom, Teamweaver-re ugye nektek volt régen, az működött. I don't have a target. I need a target. I need to target Joe, something alig kell pár kocka, és megvan a harmadik szín. Nem tudom nálatok, hogy van, de itt már keresik a Herr Dumbledore-t. I need a target. I need to target something first. Oh yes! Ilyen, még egy pár ilyen, és akkor ezek léphetnek ki. Az első beszél.
kapcsolod be létsz az autólútot, mert gáz nézni, ahogy kattingad. Tudom. Baszkivi! Jó. Mi van? Kiléptél játékban? Nem. Hol van? Nem, a másikba. Másikba nézd, másikba. Igen, control. Nem. Interface options. És controls, azt hiszem. Controls, autolút. Ott. Ó, de nézd, akkor már beállít mindent. Azonnal is. Azt mutatni kell. Úgy. Fá, most töltél meg a skorpiódat. Láttam. Az felesleges még. Na, megtetszett? Te is játszol majd? Igen, meglincselnek, bazd meg. Baszik, majdnem rákatintottam a logoutra. Az exit game, léci! I need a target. Már csak ezer ember! Ennyien nem találják egyébként az ilyen mindenféle érdekes dolgokat. Szerintem egy órára be is terült. Aha, bejöntem is, akkor kettő játszom. Ne öld meg, Joe, nem a tiéd. Streamelhettél volna ilyen sorban áll a szimulátort is. Nem egyébként Joe streamelem, majd Joe nehogy rám küldjön valami izé Twitch izé reportot, vagy lelopom a streamjét. Igen, én meg kitakarom egyébként, szándékosan kitakarom, mert most úgy néz ki, mintha én játszanék. Igen, várj, akkor átnék potétóba. Nem szabad nem mozgatni az egeret, mert egyébként megjelenik fent a sorom, hogy Joe Flash. Úgy. De bazzik így is látszik. Á, minden a karakterem neve ilyen gáz, de hát most ezzel most mit csinálja? Kell valami helyet keresnem. Á, már csak 988 ember. Ó, ennyien nem bírek az éjszakai műszakot. Az meg mennyire ciki lenne úgy dolgozni. Á, nem, azt régen megcsináltam, de ezt most nem tudom megcsinálni, hogy 3 napig nem alszok, és így éjszakánként így nyomom, mint az állat. És már megyek be dolgozni, az ott meg kérdezik a kollégák, hogy ízi, hogy mi a baj? Á, semmi, vovoztam az éjszaka. De hogy letagad, majd azt fogod mondani, hogy á, bajok vannak otthon. Igen, azt fogom mondani, hogy bajok vannak otthon, igen. Bajok vannak, az, hogy nem enged babozni. Igen, az, hogy nem enged babozni. Á, otthon nagyon sok gond van. Állandóan veszekedés, meg balhé, meg ilyenek. Inkább ezt mondom, mint azt, hogy babozok. Vagy azt, hogy egész éjszaka a B-hubra tornáztál. Mert az is jobb lesz, mint... Ha nem lesz olyan ciki, mint a Wolf. 5 percet ír. Na, lehet, hogy filmet tudok játszani. Nem fog bejutni 5 percen belül. Hányan csinálnak még ilyen sorban állás szimulátort? Jó, egy ember, két ember, három ember kell. I don't have a target. Az egyik mondjuk lehet, hogy én voltam, nem? Nem, mert nálam úgy néz ki, mintha menne a stream, mert hogy Joe-t nézem. Mintha tényleg játszanék. Oké, ott is sorban állás, ott is sorban. Jó, oké, nem vagyok egyedül. Rendben, nézzük Joe-t tovább. Így legalább tényleg úgy néz ki, mintha játszanék. Megvan az érzés. Így van, megvan a feeling. Legalább a nézőknek. Jó, ha ide visszaállok. 34 ember nézi azt, hogy én játszok, téged meg 4 ember nézi azt, hogy... Vagyis na, érted, hogy mit mondok? Te se érted. Mi? Mi? Hát ezt nézni tök ciki. Ahem.
A rohadt trollokot várják a izét, a húsit. Srácok, ti hogy bírjátok a cseten? Igen, már lementünk 18 óra. Hát nem én voltam az első. Megölöd nekik, de jó fej vagy. Hát, azt még nem nagyon keresgélt. Nincsen. Ed, hol? Másik szerveren? Vagy bejutottál ide? Hát egész csak is másikon. Nem hiszem, hogy oda be lehet kerülni. De, be fog kerülni. Csak az a baj, hogyha egy óra előtt 2 percet így bekerülök, és akkor játszok egy pár percet, és akkor mondom, jó, akkor játszok, jó éjszakát, megyek aludni. Jó, Overwatch az a... It's too far away. Lehet, hogy jól teszed. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. I need to target something first. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. De egyéni loot van, nem fog dolgozni mindenkinek. Hamarabb lettél level 3-as, jó. Még nem. Még kell neki 3,5 kocka. Hát ugye ez a Golemax szerver, ne csodálkozzunk. Ámon, te mit játszol? Hozzam a te Scorpiót. Az a tiéd lehet? Oh, egy másodpercen volt. Ahhoz mindjárt megúdom, és tényleg én is átmegyek. Melyik szerverem vagy te? Hyper. Jó kérdés. Ne lépjék ki. Lépj. Hát csak az a baj, hogy már 20 perc és megyek aludni. Ja, Amon, ó, oké. Amúgy én köszönöm, hogy nem rohanni 60-ra. Ez pedig 60-on van az élet. Hát, tudod, mit vettem észre, Joe? Igen. Olyan lag van, hogy konkrétan hamarabb kattintottál rá. Igen, mert püfölöm a tabot. I need a target. I don't have a target. I need to target something first. I need a target. I need to target something first. I need a target. I don't have a target. I need a target. I don't have a target. I need to target something first. Ura, kérdéses rászok, még 950 ember van alattam. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. I need a target. I don't have a target. I need to target something first. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. I need to target something first. I'm not going to have a target. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. Fia, és Jonah fogja kidobni. Ah, baszki. I'm out of range. Még egy naptárpénz nem tűnik fel a fülönnek. Ebben teljesen igazad van, csak az a nagy gond, hogy ez remélem nem tartozik bele az ilyen vállalati titkokba, de egyébként a főnököm is szabadságon van, meg Joe is. Ergo egyedül vagyok bent, mint üzemeltető. És ebből a szempontból ez elég szopó, hogyha én is most közölném holnap, hogy hát, bocs ide, nem tudom bemenni. Reik, holnap 5 órakor, itt
itt fogom nyomni. Már holnap délután 3-kor be fog lépni a játékba, hogy tudjuk átlagyat. De ma, Reik, ma. Á, ma mindenki elfoglalta a helyét, már senki nem fog kérni. Lehet, hogy valaki megmondja és azt mondja, hogy... Na, level 3. 30 perc után, ha nem csinál semmit, 30 perc után kilobasz. I don't have a target. I need a target. Ott van, már nyomják egy gézi. I need a target. I don't have a target. I need to target something first. I need a target. I don't have a target. Amon, van a laptopom is, amit tudok játszani. Van a kényűverem, amivel tudok az internetgépen játszani. Mindent meg tudok tenni, hogyha akarok játszani. Nem dolg, nem játszhatok munkaidőbe. Szia Reik, szia, jó ét! I need to target something first. I don't have a target. Megnézem majd. Meddog, azt megkérdeztetem egyébként, hogy milyen fogadás volt az, aminek az elvesztésével ilyen nevet kellett választanod? Ezt elmondod nekem? I don't have a target. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. I need a target. I need to target something first. Oh, yes, I don't have a target. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. Nagyon lassan nézkem neki az emberkét. Szerintem egy órát még legalább itt kell ülni, és hogyha játszani is akarok. I need a target. És Hyper, de mi? Akkor te most csak úgy elszórakozgatsz, és amikor majd lesz egy kis idő, akkor átlépsz majd volna magra? Nem tudom, nem hiszem. Vagy most elkezdted ott, és ott is maradsz. Hát amikor behozzák a karakter transfert, akkor szerintem megyek. És ha nem fogják behozni? Hát akkor addig nem. Amon, ezzel csak egyetlen egy gond van. Az, hogy nem játszhatok, az nekem egy nagyon-nagyon drága. Játszhatok egyébként bent a melóhelyen, de ez egy nagyon-nagyon drága mulatság lenne, mert Joe-nak nagyon sokat kéne csírelnem azért, hogy itt csöndben maradjam. Ajaj. Nagyon sokat kéne csírelni, nagyon sok ajándék szubot kéne osztogatni, és még arról nem is beszéltünk, hogy a játékban már most eladósodnék golddal. Anyának a Windows frissítését, a bocsánat, késletetés. Hát nem gondolod, hogy majd most WoW stream alatt mindjárt elindítok egy Windows frissítést. A nézők hallották, gondolom, hogy ízét a pittyenést, a Windowsnak a kis üzenetét, ahol felhívta a figyelmemet, hogy hát akkor itt lenne az ideje egy Windows frissítést csinálni. A szárgyérős hali-hali. Helyes. Mondjuk azon is gondolkozok, hogy lehet, hogy kéne várni egy-két órát, mert ilyen 15-20 másodperces lagok vannak. Ja. 870 ember. Mi? A gólmaggon. Vagy golemag, vagy ilyesmi. Basszam meg, de esélytelen itt bármit is megölni. Egy ringed kasztal. Hát annyi, hogy majd mikor innen kimész, akkor lesz jó, de hát az a 6-os, 7-es szinten lesz majd. Kell keresnem már új helyet, egy mindig beszivatnak. Ámon, mondom, nagyon drága mulatság. Annyi pénzem nincs. Ó, ezek itt most végeztek, nagyon jó.
Azok ezt is belopták, nem hiszem el. Ja várjál már most, tényleg, hát most fogom fel egyébként, Amon. De miért nem játszol egyébként, ha így, így mondod, hogy munkaidőben, vagy te nem tudnál játszani? Rolanda, fogadtam, ha vesztek, tőle kapok egy Borderlands 3 Deluxe-ot, de ha vesztek, Zsuzsinál át kell neve. Azt értem. Maddog, én ezt totál megértem, amit mondasz, mert ezt sejtettem, hogy valami ilyesmi volt. De hogy mi volt? Ja, ezt akartam tudni. Jó, árgyűrűs fingom sincs. Azt akarod mondani, hogy egyébként ingyen is falazol nekem? Én erről nem emlékszek. Jó, én se, csak azért, mert Ámon azt mondja, hogy ezt mondtad. Azt mondja, Joe rendes, ingyen is falaz neked, most mondta. Egyébként remélem figyeltétek, Joe konkrétan kijelentette, hogy nem, tehát ez fizetős. Ez egy erősen fizetős játék. Du, bazd, 697 ember van előttem. Na, még egy pára lépjenek ki, Joe, te nem mutatd még meg a laggot? Nem. Srácok, egy óra akkor úgy elhúzok, mint a... ...matlibák. Ámon, de miért nem vovozol? Arról volt szó, vovról volt szó. Zsuzsi! De egyébként fi, Maddog pedig, az nem gáz, hogyha Zsuzsinak hívlak. Hogy megharagszol? I don't have a target. I need a target. I don't have a target. I need a target. I need to target something first. Jó, nem, csak Mad Dog Feri. Csak Mad Dog Feri lesz el. Hogy Mad Dog Zsuzsi? Mad Dog Zsuzsi, azaz. Tényleg. Miért nem az lett a nevet, hogy Mad Dog Zsuzsi? I don't have a target. I need to target something. I need a target. I need to target something first. I don't have a target. Valaki azt kérdezi, hogy mikor lesz vége a stressz tesznek. I need a target something first. I need a target. I need to target something first. I need a target. I don't have a target. Ott így egyébként, guys, press Alt F4. I don't have a target. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I don't have a target. Tehát két hónapig lesz át... Ja, hogy értem, hogy két havonta lehet átnevezni a ízét a Twitch-be a nevet. Az a profil. Igen. Ja. Ha valaki addig nem használja fel. Na még egy Scorpio. 670 ember és képzel. Mondom, egy öre fog beengedni. Megvan! Micsoda, ahogy a karaktereim mind ET nevűek. Nekem úgy hívják a karakteremet, hogy Oxudas. Ő konkrétan olyan híres volt Ragnaroson, hogy még a klasszik időben, hogy hát csodálkoztam is egyébként, hogy nem került be a filmbe. Igen. Oxidál, igen, oxidál. Opti oxidál. Nem oxidálok, semmiféle oxidálás nincsen. Úgy hívják, hogy Oxudas. What do you need? Érdekes, mert egyébként az Oxudast sose piszkálta senki a nevet. For the Horde. Oda néz, már fél szintet mentél. Én nagyon-nagyon talán.
Egyébként Hyper, csak mondom, hogy szerintem, hogyha reggel vagy egy, vagy hajnal, mondjuk nem tudom, 4 órakor átlépnél Golemagra, szerintem ad egy be is kerülnél. 2 szerintem hamarabb, tehát simán beérnéd a Easy Joe-t. Mert talán addigra egy kicsit úgymond enyhül a tömeg. Azért már nem vagyunk annyian itt, mint amennyien kezdtük. Loktar, strength. Persze, mert lépkednek ki az ember, még 620 ember van előttem. Mennyi csapkod a ízéket, az alvó emberkéket, vagy orkokat, bocs. Csak backsitel. Puszáj! Puszáj, mert hátra nem tudjuk ott csinálni. Legalább egy alvó orkot lássak, utána lekempelem. Ó, srácok, most kezdem azt érezni, mennyire jó lenne alistnak lenni. Le tudnám kempelni a kollégát. Ne sértse lenni. Egy kezdő területen nem hiszem. Hát ott nem. Bár egyébként de. De. Meg lehet csinálni. Hát, ha bekapcsolja a PvP-t. Nekem volt olyan, hogy volt, azt hiszem, melyik a legelső Night Effect-nél. HMV volt, azt hiszem, az első olyan terület, ahol már nem véd a izé. A terület. Melyik HMV az, amelyik olyan? Vagy ti nem tudjátok így az aliba, hogy mik vannak, vagy hogy vannak. Mert minden nem ez a lényeg, hanem ott az volt, hogy pár 60-asra oda mentünk, aztán volt egy kicsi, egy ilyen 15-ös, 20-as, és akkor ő meg az volt a poén, hogy akkor ott szórakozott az alisokkal. És mikor az alisok jöttek piszkálni, akkor az a 60-as karakterek azok így bunkóztak egy kicsit, trollkodtak. Mert poén volt. Miért? Miért játszunk? majd ha egyszer elkezded játszani ezt a játékot, akkor meg tudod milyen az, mikor mászkálsz a világba és a szövisekkel, mikor találkozol, azok így boldog-boldogtan megtámadnak. Ah, jó visszaadni néha nekik egy kicsit. Hát, de miért? Igen, nem tudom. De miért? Azt hittem kilépsz. Igen. A Golemag az nem is full, hanem csak high. Hát most van 259 perc. Hát 300 perc. Az 5 óra. Hyper, beállsz a helyemre? Pár perc és úgyis elmegy aludni. Nem tudom, hogy nálatok milyen a szerver. Meddog, micsoda, hogy ki lesz mage, kinél lesz? Tehát kinél lesz kaja, ez a kérdés? Hyper. Hyper az, aki szándékosan azért indított mage-t, mert kaját, piát és portál miatt így ebből akar meggazdagodni.
glory to the Horde. Hú, de nagyon sorolod. Ezt, neked nem kell egyébként változtatni, nem kell változtatni, mert egyébként hányas szintől kapja meg a moci formát a druida? Szerintem fogalmam sincs. Azt mondtad, hogy nagyon sokat játszottál. Igen. De csak egyszer kaptam meg karakterekként. Tudom, hogy vesztelni kell, de... Az a lényeg, Ed, hogy egyébként... rugó akarsz lenni? Hát figyelj, a druidánál egyébként tudsz olyat csinálni, hogy tudsz cica formába váltani, ami ilyen rugós. Tudsz maci formába, ami tud tankolni. De a klasszikban az egyetlen druida, ami hasznos, az a resto. Úgy gondolod, hogy az hasznos? Hát az egyetlen, ami nem gyenge. Inkább úgy mondom. Hogy hívják, a dízel tankol. Te menj inkább aludni, te nem érted ezt. Ez ilyen nagyon-nagyon felnőtt dolog. Olyan mondtam valamit. 512 perc, és azt jelenti, kevesebb 512 emberke van előttem, és kevesebb, mint egy perc, azt jelenti. Level 20, hagyjuk már. Ja, az hogy azt hittem, bazd meg, azt hittem Medoferi, hogy level 20-as lettél, mondom, az hogy a viharba? Kizárt. Az első form level 20, de... az oké, okay, de... De ez melyik? Csak a pala, ami... Hát, Amon! Csak én úgy jelezném, hogy palával nem tudsz hordába lenni. De nem ám. A pala az alapból igazából egy rossz dolog. De vagy sámán, vagy nem tudom. Nem is értem, miért hallgatom egyébként az ilyeneket, hogy ízé, hogy pala, meg ali, meg ilyenek, tehát így... Fúj, ne! Ne beszéltél az előbb az aliról. Amúgy igen. Ah, csak egy példaként hoztam fel, de itt most ne akarnak engem győzni, hogy az jobb. Hát jó, a tömeggyilkosságnál jobb? Sokkal jobb. Nem sokkal, de jobb. Hát igazából nagymamámékat, ahogy hallgattam, hogy beszéltek, a háborútól féltek nagyon, a világháborútól, meg az, hogy alisok legyenek. Ez a kettő volt. Igen. Jó, hát a világháborútól annyira nem, mert ott már tapasztalatok voltak, de... De az Alitól féltek. Nem, úgy azzá válnak. Igen, azzá válnak. Ugye elcsatolják Budapestet a Hordától, és hozzá csatolják a Hordától. Jaj. Jó, most Hyper-re rögtél, vagy valami máskor? Hyper-re. Nagyon bőzök meg. Level 10-től választok? Király. Lehet, hogy druida lesz. Amúgy csak szólok, hogy borsod van Miskolcnak, ugye Diósgyőrnek. Piros-fehér a címere. Csak hogy jelent valamit, biztos. Biztos, hogy jelent valamit. Nem, mondjuk, egy... van is egy csomó ork, mondjuk.
Jaj, Istenem. Kb. Most tartott. Jó, ahol én kiléptem. Mert mit csinálsz, vagy mi? Hát ilyen félperces lagok voltak. Feladtad? Várok egy-két órát. Nálunk Ford vannak, és viszi mindig a Fordán zászlót meg a felső vezetéket. Hát mert kardot kovácsolnak belőle azért. Igen, biztos, hogy kardot kovácsolnak. Jaj, ne! Ne égessetek ki! De lehet egyébként. De abban valami epic... epic plusz lesz. És mindig group, mindig raid groupban járnak. Annyi, hogy csak DPS van, meg tank. De várjál, és mikor a nőstény orkot ott megjelenik, akkor a hosszú szoknyában az melyik? Azt nem lehet, hogy valami sámán vagy valami ilyesmi? Mindig megy a ráolvasás? Azt nem tudom, de... de lomtalanításkor mindig akinél van a cucc, az a raid leader. Igen, aki lomtalanításnál akinél van a cucc, az a raid leader, igen. Jaj. De egyébként igen, ott vannak érdekes játékok is egyébként. Tehát van az a verzió, mikor területfoglalás van, tudod, meg ilyenek. Hát meg mindennapos a PvP is. Igen. Hát tipikus horda, hát ezzel nem lepődünk meg. Sok a rugó nagyon. Igen, a, sok a rugó. Főleg a daggeres. Igen. A daggeres rugó. Jaj, ne. Sírni fogok. Érzem. És mi ez, borsod? Aha. Aha. Ajaj, jó rossz helyen vagy, nagyon beözönöttek. De most nézem, azon a szerveren nincs is akkora lag. Amire felmentem, ott elkezdtem kasztolni, és 20 másodperc múlva jött a Fireball. Elég jó megy most már. Hát ott meg egyre rosszabb. Én csak azt szeretném, hogy belépek, és hamarabb leszek 4-es szintű, mint a Joe. It's too far away. Ennyi a tervem, a többi nem érdekel. Hát konkrétan olyat láttam a cseten, hogy barátnőjének az accountjával játszott azon a szerveren, amíg az ő accountjával a Quave-ben volt. Csak azért lépett be, hogy addig játszom. Amíg az a 4-5 óra, amíg tart, lemegy. Nem. Na. Disconnect. Köszönöm szépen, hogy végre bemehetek. Én most megyek be egyébként, akkor én most ki is. Nyomom Joe-t. Most már szépen. Azt meg kell várnod, amíg Joe-t berakja megint. Halló, Joe, kíváncsi, hogy tényleg... Nehogy hamarabb bekerüljön. Én most be tudtam lépni, Joe-t meg kidobta a játék. Bocs, látszott, nem akartam itt dédoszolni a szervert. Bocs. Muszáj volt. Nem, visszarakja, szerintem. Engem is visszarakott 5 perc után a listába, ott, ahol álltam. Ott, ahol álltál, oda?
Aha. Srácok, kellett hozzá egy óra, hogy visszatudjak, hogy be tudjak lépni a játékba. De nagyon most kíván. Elég sok embert kidobott, mert most 12 000-ről leugrott 3 000-re. Na, 7 000-en állnakedettem. Oh yes! Na, 7 000 ember az számol arra, hogy nem 27 perc, hanem olyan... Hát sok ezer. De várjál nekem, egy fél perc alatt ugrott le 12 000-ről 3 000-re. Nagyon sokan meg fogják húzni ezt a vállalkozást, és át fognak menni. De nekem fölfele megy a számláló. Megint disconnected. Mondom, én most lépek be. Cinematicot kinyomjuk. Szerintem sokan DC-t kaptak, aztán gyorsan visszalogoltak, és őket még engedi. És akkor lehet, hogy azért számol fölfelé. Ó, egyszer. Még szerencse, hogy nem kávézok. Hát aki most erre megivott egy 5-6 liter kávét. Hát igen. Annak most úgy kell aludnia, hogy futás közben. Hello, 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 bent vagyunk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Vagy nem? Nem, nem. Egy-két szinten össze kell hozni. Nincs több küldetés? Ennyi volt. Nem menjünk, még körbenézek. Olyan lag van itt, hogy mindjárt mentem beszarok. Én a Gundling szerverre mentem le. Vannak itt. És ahhoz képest, hogy low population, nagyon durva lag van. Lehet, hogy ezt most állították be, aztán még szar. Jaj, ez a hang. Ezt vártam. Disconnect hangja? Nem. What is not a bit? Nézzük, hogy szenvedsz. Nem, emelöm meg. Én meg bezártam a streamet, mert azt hittem, hogy attól lagol. Pedig most milyen jó lett volna körkapcsolásban. 3 emberből mindig azon van a kép, akinek éppen megy. A küldetéseket ide miért nem rakja ki? Hát mert ez klasszik. Oké, megvan. Csicska! Enyém lesz! Bazd meg, hallod, olyan lag van. Hát, nem lehet játszani. Most megint 1200 ember kidobott, mert most annyival csökkent hirtelen. Persze, mert a fél megvan, megvan. Szegények. Azt írja, hogy már csak 5 perc. Az buggol. Ja, lehet, hogy még annyi se. Srácok, én szerintem ez felesleges, nem lehet most játszani.
Figyelj, ez használhatatlan most a szerver. De a feeling megvan. A feeling akkor, megvan? Akkor is ilyen volt, most is. Végül is igazuk volt, elhozták. Egy vaddisztó nem tudtam még megölni, bazdmeg. Igazából nem azt tudom, hogy nem tudok megölni egyet se, hanem azt, hogy laggol. Tehát, hogy konkrétan nagyon erős lag van. Nézem, mire odalőm, hárman lőnek rá. Így másfél órával ezelőtt még Tasnál bizonygattam, hogy hát a Blizzard az már százszor megszívta így, hát ők a legjobbak a világon, akik legtöbbször tapasztalták ezt. Biztos, hogy kitaláltak rá valamit. Faszt. Szarnak bele. Az első nap szar lesz, majd megoldják, majd eltelik egy pár nap, az jó lesz. Hát most szerintem ez alatt az egy óra alatt fellőttek még vagy öt szervert. Igen, annyira? Aha. Hát igazából ott neked mellék könnyű, mert alig vannak kezdőhelyen. De ha benyomom a izét, a spellemet, és konkrétan egy ilyen egy másodperce később reagál a játék. Hoho, egy. Hát mondom, én azért jöttem át, mert nálam 20 volt. De nézem, ennyien vannak. És az a baj, hogy ugrálnak. Hát konkrétan, amikor én bejutottam, akkor engedték ki a tömeget. És tényleg akkor logoltak be a karakterek. Ugye amikor ilyen 1000 körüli undead kiszabadul a kriptából, elég jól nézett ki. Tiszta Walking Dead volt. De érdekes, mert úgy nézett ki az egész Joe-nál, hogy én azt teljesen abban voltam, hogy Jónál már szépen ott elkoptak az ujjak, és akkor most lesz egy kis szabad hely. De nem. Most konkrétan volt egy... Tehát kidobott, nem tudom, mondjuk 5000 embert, és másik 5000 meg beengedett. Ami persze egyébként tök jó arcok egyébként ebből a szempontból, de ez azért nem így kéne mennie. Hát egyébként visszatérve egyébként a dologra, szerintem nem az, hogy nem lehet megoldani, mert szerintem lehet, hogy tehát vannak játékok, ahol egyébként ezt megoldották. De szerintem nem akarják megoldani, mert egyébként most ebben a pillanatban szar a szerver. És gáz így játszani, meg bármit csinálni, de eltelik majd egy-két-három nap, és konkrétan semmit nem fogsz ebből az egészből érezni, tehát ez vissza fog esni, nem lesz egy helyen, tehát ha most megnézem a térképet, ezen a területen van az összes játékos, az összes ork és az összes troll, ezen a területen, mert innen még nem mentek ki. Tehát Barrensben még nem ment át senki. A másik csapat, az undeadek, amiből szerintem többen, tehát legalább annyian vannak az undeadek, mint amennyi ork és troll egy, azok ezen a területen van az összes, ezen a placon. A többi az talán egy picit elosztottabb, mert itt vannak a ízék, hol van? Elvin Forest, igen, itt vannak a ízék, az emberek, Ironforge, igen, itt vannak a izék, innen lentről indulnak, itt vannak a... Hogy hívják, törpök, meg a gnómok.
ezen a területen van az összes, tehát azok, hogy a kezdőhelyeken van az összes, Night Elf, itt pedig az összes, de ez talán még egy picit nagyobb terület is. Itt meg ez, erre az egy helyre, hogy hívják, összpontosan az összes Tauren. És kifúj, tehát ezeken a területeken van. Most gondolj bele, hogy az egész világon ilyen pici pontokban van az összes karakter, mikor majd ez a sok-sok ember, tehát játékos az így elmegy és szana szét fog, tehát minél jobban szétteljeszkednek, annál jobban majd oszlik el úgymond a terhelés. Szerintem, de javítsatok szóval... egyébként, hogyha tévedek. Most, hogy bejutottál a térképet, nézegeted. Eszméletlen. Hát... úgy tudom megölni senkit, én pont azon agyalok, hogy kilépek. Így nézd meg, nem tudok egyetlen... Áááá, enyém! Ezért adtam át a helyemet. Nézd meg, kettőt tudtam eddig megölni. Jó. Csak hogy érezd, milyen jó fej vagyok. Opti, mielőtt lelépnél, még a Word-ed beírnád be, hogy nem tudom melyik szerveren, hogyha átmennek oda, akkor Blizzard ilyen goldot osztogat. Igen. Vagy valami hasonlót. Nem írok, nem szabad trollkodni. Ingyen 40-es mountot kap mindenki. Hogy most beírnád, hogy Joe elhagyja a WoW-ot, ezért viszpeljen rá mindenki, eladja a vagyonát. Igen. Igen. Azt az egy ezüstöt. Régen egy ezüstöt, nem tudom, hogy koppert. Régen nagyon meg lehetett szivatni így a másikat. Még amikor elkezdődött és nem ismerték. Ott van az Undead, tessék. Itt egy druida, azt is csináltam egyébként. Esti, de nem Esti, de srácok, azért Esti a neve a druidának, mert van egy taktikám, ami bár egy kicsikét ilyen szexista köcsög dolog, de úgy működik, képzeljétek el, hogyha női nevet adtok a karakternek, akkor mindenki ad pénzt, meg segítséget. És ezt tapasztalatban mondom. Akkor ezért hívnak melóhelyen Gizinek, nem? Igen. Ja, de közben nem látja senki egyébként, hogy Estinek hívják a karaktert. Itt van Oxudas, itt van Esti, és itt van Xing. Junok csak azért se adom át. Mit írod a Taizé? Na jó van. Srácok! Én most egyébként el fogok lépni aludni. Egy szintet se tudtam lépni, de ez nem az a... A fő problémám az egésszel az, hogy lehetetlen így játszani. Tehát így nem lehet játszani, főleg nem fogom a holnapi munkanapomat elbaszni azzal, hogy éjjel egykor, pedig egyig akartam streamelni, nem lehet így játszani. Ámon, azt kitöröltem. Az így, az a baj, hogy a saját karakterem közül megjelenik, akkor így van egy makron beállítva, hogy ha human paladin, akkor az automatikusan az egér így rámegy, delete, bepötyögi, hogy delete, és ennyi, és törlés. Et, nem tudom. Joe Hyper, nézzétek meg, hogy mit írt ki Etnek. Hol? A chaten beírta.
Igen, mehet a leszel a pasim szöveg. Így van. Mikor le akarom menni fúzni. Hát angolul írta be, ezt nem szeretném felolvasni, mert az az angol tudás. Tehát az a baj, hogyha én ezt felolvasom, az felér egy ilyen egyhetes viccel. Tehát így konkrétan egy hétig röhögni fog mindenki. És azt inkább nem kísérlem meg. Nem mered? Inkább kikopizom és elküldöm nektek. Tessék, elküldtem. Hát sajnálom, majd holnap visszanézek, jó éjszakátok. Szia! Meddog Feri, holnap 5 órakor nyomom a WoW-ot, és addigra biztos, 100%-ig biztos vagyok benne egyébként, hogy javulni fog a helyzet, és nem lesz ez a használhatatlan fos-tenger, ami egyébként ilyenkor van. De szerintem nem gond, holnapra már nem lesz jó, az biztos. Biztos, hogy szerintem. Egy része átvándorol más szerverekre, egy része azt mondja, hogy na jó, ezt inkább nem, és visszamegyek a rendes WoW-ba. Egy része pedig azt fogja mondani, hogy kell a fasznak, egyszer már átértem, én többet nem akarom ezt, és akkor inkább fogja, és jó, eddig meg voltam WoW nélkül, most is meg leszek a nélkül. Tehát ez a három kategória lesz, és itt hello. Olyan 7-8-as szintig kell kibírni. Már ott elkezd fogyni a mana. És akkor ott már kilépnek. Igen, pont. Amúgy, hogyha Joe-nak a streamjébe belenézel, pont lángol a feje. Tényleg. Igen, árgyilus azon. Lángol a feje? Mit csináltál, Joe? Ez szuper harcos, te. Szuper csillag harcos. Ja, meg kaptál egy szubot, mi? Nem. Akkor csírt. Igen, árgyelús, azon. Etnek annyit üzenek, hogy szerintem az integrált videókártyát használja. És azért nem engedi. Milyen videókártyád van Ett? Ja, tényleg át kell tenni a nagy teljesítményére. Ja, ő az elején kírja, hogy nincs meg a legfrissebb driverem. Azt frissítsd le. Bár ahhoz meg remélem nem vagy most sorban állásban, de ha igen, akkor a szopó meg ki kéne lépni, le kéne frissíteni. DirectX. Frissíts, Ett, drivert, meg mindent. GTX 10, átadom, menni kell a WoW-nak. A régi WoW-ban voltak ilyenek, nem tudom, hogy mennyire alakították át az újat, meg a régit. Hogy? Hát az, hogy a valami parancsot be kellett írni, és akkor nem a az integráltat használta, hanem a GPU-t. Uh-huh. De mondom 100%, hogy valami olyan, tehát vagy frissítened kell a drivert, vagy DirectX-et kell valamit piszkálgatni, azt kell frissíteni, vagy átállítani valamit, vagy valami ilyesmi lesz. Vagy az, amit a Hyper mondta, hogy át kell állítani, hogy ne az integráltat használja. Tuti biztos, hogy a 1050 Ti-jal mennie kell 100%-osan a játéknak. Régen, figyelj, a régi WoW Classic nem hogy 1050 Ti-ját, nekem ahhoz képest valami ótvaros szar videókártyám volt. Tehát konkrétan szerintem a mostani, a céges laptopomban az integrált videókártya erősebb, pedig az egy irodai gép. Mint a régi videókártyám, amiben játszottam. A Voodoo videókártyával is, mert hát ez az. Ott valamilyen frissítés lesz, vagy valami ilyesmi, hogy tényleg az integráltat használja, és valami apróság, de... Vagy be van kapcsolva valami olyan beállítás, ami full screen-es... Ett, igényel. Az is lehet. Ett, de nem mondom, a videókártyád biztos, hogy jó hozzá. Tehát az bőven jó hozzá, még sok is. Tehát mondom, a WoW Classic-nak 1050 Ti-ja az kb. Az a kategória, hogy így ilyen túl jó. Hát kb. Én tehát egy... 128 megással játszottam andó. Na hát ennyi, az meg nem tudom, 4 gigás, vagy mekkora, 3 gigás.
10-50 ilyen. Na mindegy, nem tudom, de hogy sokkal több, mint az a régi, mi neked volt, meg a voodoo, meg az ilyenek. Mondom, én most ellépek, de mondom, amit tudsz, azt csináld azt, hogy lefrissíted a videókártyádat, meg a DirectX-et nézd meg, hogy friss van-e feltelepítve, hogy nem-e valami izé szar verzió, vagy ilyenek, de ennyi, ennyit tudsz csinálni még. Na, srácok, viszont én ellépek, mert egy óra elmúlt, én megyek aludni, majd ennek. Milyen korán felrövik a pisit, hajjaj. Hát figyelj, valakinek dolgozni kell holnap, hogyha már valaki itt pihenget meg játszik, tudod? Hát... ki kell ezt érdemelni. Semmi gond. Áll még az a dolog egyébként, hogy 9-kor már hívhatlak, hogyha van valami kérdés? Persze, hogyha be lesz kapcsolva a telefonom, simán hívhatsz. De hogyha téged nem tudlak hívni, akkor hívhatom Mutradékat, hogy akkor figyelj, szólj a dobbát Joe-nak, hogy... Persze. Feltétlenül. Családban bárkit hívhatok. Oké, rendben. Joe-t rázzátok fel, meg kell a segítsége. Igen. Oké. Na, srácok, ellépek, köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok velem másfél órát, és azt megnézitek, hogy három kockát mentem WoW-ba, és igazából 3000 embert végigvártuk, hogy kilépjön a játékból. Köszönjük, mikor Joe-t kidobta, mint szart. Ha. Na látod, azért valamiért csak megérte. Ennyi. A játék tudta a játék, hogy egy óra várakozás azért, hogy legalább Joe-t kidobja miattam, ezt megérte. Tehát ez már ezért megérte itt lenni, igen. Na, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 5 órakor jövök, és tényleg vovozunk. Ma ez csak egy kis, hát mondanám, hogy bemelegítő volt, de még annak se nevezném. Holnap 5 óra. Szevasztok, srácok. Jó éjszakát. Szia, Hyper. Szia, Joe. Sziasztok mindenki a chatem. Ali. Jó éjszakát. Hello. Reggelre szeretném látni, hogy 10-nél több, magasabb szintűek vagytok. Hello. Csüli. 10-nél több. Te azt meg kéne jutni az helyzet. Hát, Joe, egyébként közben előttem a streamet, is menj az outro. Az a szint, ez egy óra lesz konkrétan neked. Tehát nekem úgy, hogy 3000 fő volt, és ahhoz egy óra kellett, hogy bejussak. Hát nekem kb. 20 percen 4 perc. Igen, mert az a baj, hogy ez úgy működik, Joe, hogy nem azt kell megvárnod, hogy ezek az emberek bejussanak a szerverre, hanem hogy ennyi ember lépjen ki a játékból. Nem mondtad, tényleg? Hát jó, csak hogy én most ezt átértem, egy órát szoptam vele. De így miért dobott ki, baszki? Magasabb vagy, mint én. Na jó van, hát akkor legalább Hyper, legalább mondhatjuk azt, hogy most már Joe is megtapasztalja, milyen volt annó a klasszik. Ó, álltam én már Q-ba eleget. Hát én meg még diablóztam is, úgyhogy... Hát én sokkal tartam. Jobban tudtam, hogy mi az a Quave, mint a izé a... Így van, Diablo. Ennyi. Na jó van, srácok, ellépek. Tőletek is elköszönök, holnap találkozunk. Remélem itt lesznek este 5 órakor, és tudunk majd valamennyit együtt is játszani. Bár mondjuk Joe-val talán tudok majd egy picikét, hogyha behozom azt a szintet, ameddig alszik. Hát nem tudom. Alszik. Valamennyit majd fog napközben, szerintem. Előbb-utóbb kidől. Az a 4 energiaitalból 2 már mínusz, és még el is fog fogyni a másik 2. 4 már elfogyott. 4 elfogyott, és még csak 1/2? Jó. Sziasztok, ellépek, reggel még játszanom kell. Szevasztok! Ciao. Volt régen egy streames játék. A Box Simulator, azt hiszem az volt a neve. Annyi volt a játéknak a lényege, hogy felraktak egy polcra, és várnod kellett, hogy mikor visznek el. Igen. Aha, hogy mikor adnak fel a postán. És utána egy, nem tudom, pár hónapra kijött valami multiplayer patch, ami arról szólt, hogy haverjaiddal be tudtatok lépni, mindenki doboz volt, beraktak egy raktárba, és várni kellett, hogy mikor visznek el titeket. Oh.
És először vették mint a cukrot, olyan volt, mint a kecske szimulátor. Aztán amikor nem változott többet, akkor... Hát ilyet kell kitalálni. Ó, köszönöm szépen a raidet. Köszi. Szia, Ed. Szóval valami ilyet kell kitalálni, basszus, a Flappy Bird-ös ember is rongyjá kereste magát. Mondjuk ő utána le is vetette a játékot mindenhonnan, mert nem bírta elviselni a sok pénzt. Hát igen, az annyi pénzt lehet én se tudnék elviselni. Hát egy próbát azért megérne. Hát persze, ki kell próbálni, hogy tudjuk, hogy tényleg bírnánk el. Hogy azon gondolkozok, hogy két, és hát egy DC-t kap az ember, akkor tud egy órát pihenni. Hát lehet, hogy többet is. Na nekem 1200 emberre 5 perc, neked meg 3500-al volt 2. Ja, az előbb. De volt 1 perc is, kevesebb, mint 1 perc, az visszaugrott. 1240 van már, szerintem, hogy egy fél órája. De baj, basszus, ebbe fáradok el, hogy itt nézem, hogy a szám hogyan csökken. A Q-szimulátor. Hát nem sokkal izgalmasabb, mint a doboz. Hát most felnéztem Twitch-re, baszki, csak én vagyok itt ilyen várólistás nagyjából. Hát mert mindenki olyan szerverre ment, gondolom, ami gyűrű. Ja, mondjuk az lehet. Kivéve a nagy streamerek, mert azok mindig bejutnak és nekik mindig lagmentes. Ó, hát nyugodj meg, hogy ez a 38 perc az vagy 10x38. Na, nekem most 2 perc. Nekem 8-at ír most. Akkor az azt jelenti, hogy szerintem olyan 3-4 körül már lehet, hogy be is férünk. Igen. Hát nem tudom, szerintem az a baj, hogyha már most ilyen kis populációs szerverre megy az ember, az egy-két hét múlva ki fog halni szinte teljesen. Vagy majd összevonnak. Ja, amúgy tudja, hogy az lesz. Lehet, hogy a 28-ai az holnap. Lehet, hogy a holnapi karbantartása az lesz, hogy összevonják a szervereket már most. Vagy lehet, hogy akkor jutunk be? Ja, igen, bejutunk, és akkor látjuk azért a gépházi üzenetet, hogy 15 perc múlva restart.
De tényleg, amikor látod, hogy egy ember van hátra a kvívből, egy ilyen 4 órás várakozás után, és hirtelen kijön a felirat, hogy a Windows frissítést töltött le, 1 perc múlva újraindul. Akkor letörlöm, átállok Linuxra. Azon megy a WoW. Szerintem Vine-on simán megy. Mert egyszer próbáltam, de nem tudom, akkor már lehet, hogy nem ment. Nem tudom, hogy mikor próbáltam. Lehet, hogy akkor már a DirectX 11-es effektek voltak benne, és azért nem. Nem tudom, azt hiszem a Lich King-et próbáltam, és az ment. Az a baj, hogy a Blizzard az kb. Minden kiegészítő, meg minden játék megjelenéskor eljátszotta ezt. És az utolsó WoW kieg az már úgy ment, hogy tényleg átváltott éjfélkor, és akkor be lehetett lépni egyből, lag meg minden nélkül. Azt hittem, hogy biztos megtanulták a leckét, de úgy néz ki, hogy annyira nem. Nem hiszem, szerintem ott az utolsó kiegnél már nem volt akkora tömeg. Hát az is lehet. Meg most ugye hatalmas hype vonatban, úgyhogy eszméletlen sok ember megtámadta. De már nem is nézik, 1 millióan már csak 780 ezeren. Nem tudom, lehet, hogy nem erőltetem. Inkább felkelek korán reggel. Én is ezen gondolkodtam. Mert... hát nem is tudom. Mikor dobhatod ki? Elég régen kidobott már. Szerintem egy fél órája várok itt. Ez egy fél órája nekem 1300 volt. Most 1115. Azért mondom, lehet, hogy inkább elfekszek. Mondjuk még pörög bennem az energéta. Hát mondjuk legfeljebb futás közben alszol. Igen. Mondjuk reggel 6-kor meg mennek az emberek dolgozni. Igen. Jó esetben. Na, nagyon lassan csökken. Szerintem, ha ezzel az ütemmel tényleg ilyen 3 körülre jutok én be. Hát mondom, amikor megnéztem, hogy mennyi volt az idő, akkor 5 órát írt 17.000 player-rel. És amikor tényleg már ilyen 1200 körül egy órát kell várni, úgyhogy azt írja, hogy 5 perc van hátra. Hát, hát pedig lehet, hogy az lenne a megoldás. Mert főleg, mert te meg még messzebb vagy. Eszméletlen sok idő. Nem tudom. Nem, most én közelebb vagyok. Most nagyon... Nekem 1036 van most. Etnek mondom. Ja. Nem tudom, meg most nagyon nagy alak, hogy itt most rámenjek egy kemény Alt F4-re. Ó, hát köszönöm szépen a követést.
Az a szerencsé, hogy a nevemet lefoglaltam. Igazából, amikor játszottunk a... Melyik kiek volt a... Hú, basszus, már nem tudok gondolkodni. A BFA-n, amikor játszottunk, akkor csináltam meg a karakteremet, a Joe Flash-t, és nem volt foglalt a név. Úgyhogy azt eléggé bemákoltam. De azért most nem biztosan véletlenre, én is lefoglaltam időbe. Mondjuk nekem még a varázsklári lett volna, ami jó. A Taurinak is van klasszik szervere. Pedig milyen jó lett volna, te lettél volna Horda Gyuri, én varázsklári. Igen. Vagy mondjuk Aldiban, Morgan Freeman. Hú, basszus, annyi ilyen nevet összeszedtem régen amúgy. Én is tudtam egy párat. Még anno úgy fejlődtünk egyik ismerőssel, hogy én voltam druida, ő meg hunter volt talán. Olyan gildet csináltunk, hogy ő csinált valamilyen gildet, én meg megcsináltam egy olyan gildet, ami az ő neve volt. Uh-huh. És akkor a, mit tudom én, József Pet. Úgyhogy én úgy mentem, mint hogyha az ő petje lettem volna. Ó, baszki. És annyi alliben nézte. Nagyon sokan benézték. Megtámadták őt, én meg ugye mentem a druidával. Aztán mire leesett, már bőven késő volt. Míg a klasszikban meg lehetett csinálni. Míg akkor sok volt az új ember. Hát régen összegyűjtöttem egy tonna ilyen nevet amúgy. Nem ilyen vicces meg ilyenek, de elveszett. Rengeteg ilyen volt. De én feladom. Inkább felkerek korábban. De ez így most nem adja. Ennek így nincs értelme. Nem, szerintem háromig nem jutnék be. Ja, én is kiléptem. Na, Hyper, akkor te hogyan szeretnék kezdeni holnap? Vagy hogyan játszol holnap? Vagy holnap, ma? Mik a tervek? Hát szerintem olyan 3-4 órát alszok, aztán rápróbálok megint. Én is azon gondolkozok, hogy ilyen 7 körül felkelek. Vagy 8, nem is tudom. Majd ahogy kiadja az ébresztő, aztán akkor jövök én is itt préselek neki. Jó van, Hyper, akkor elköszönök, aztán akkor pihent ki magad, aztán akkor nekifutunk még egyszer ennek a játéknak. Oké. Na, szia, jó éjszakát. Jó itt. Na, a skocokat akkor, sorry. Ezt adta a gép. Mondjuk, eléggé szopás, mert ugye én már egy órával előtt elindítottam, vagy lehet kicsivel többen is a játékot, mint ahogy nyíltak volna a szerverek, és hát itt ment. Szóval, ahogy éjfél ütött az óra, már logoltam is befele, és akkor valami köcsök hibával kidobott, és beszoktam. De majd holnap, baszki, ma! Ma folytatjuk, és akkor nem tudom, igyekszek valamikor reggel lenni tényleg, de hogyha még az energitől dolgozik bennem, akkor lehet kicsit később alszok el, de tolom neki, igyekszek. Na, köszönöm szépen, itt voltatok, azt akkor ne legyetek fel sokáig, azért én egy kicsit aludni is kell, és akkor majd holnap, ma találkozunk. Sziasztok, hali.